Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV hétfői híradója. Fontosabb híreinket mutatjuk az elején röviden. Fejlesztések Zalakaroson, látogatóközpont és szabadtéri rendezvénytér épül a fürdővárosban. Esperesi kollégium, az egyik karosi hotelben tanácskoznak a vezető lelkipásztorok. Önkéntesség. Fiatal felnőttek jelentkezését várja, és egy új program részeként a képzésüket is biztosítja a Vörös Kereszt. Most pedig a részletek és további híreink. Turisztikai fejlesztések sora kezdődik el idén Magyarországon, a beruházásokból Zala megye sem maradt ki. Zalakaroson 850 millió forintból épül látogatóközpont és szabadtéri rendezvénytér, de Hévízen, Lentiben és Kehidakustányban is több fejlesztés valósulhat meg. A turisztikai beruházások elengedhetetlenek, hiszen évről évre egyre többen keresik fel hazánkat. Most még egy futballpálya van Zalakaros közepén, két év múlva azonban, ahogyan a látványterven is jól látszik, egy látogató központ és egy szabadtéri rendezvénytér lesz itt. Ennek a központi eleme, ennek a fejlesztésnek a jelenlegi sportcentrum van a labdarúgó pályák helyén valósul meg. Nyilván ezeket ki kell költöztetni máshova, és ez is része ennek a tervnek. Emellett pedig a szabadidős tavunkhoz pedig vezető sétányra fűzünk fel különböző attrakciókat. Ez alapvetően meg fogja határozni majd a településnek az arculatát. Lesz egy központi rendezvényterünk és egy új szabadidős központunk. A beruházás összege csaknem 850 millió forint, amelyet 600 millióval a magyar kormány is támogat. Az építkezésnek várhatóan idén összeállnak neki. Zalakaros mellett több más zalai településen, például Hévízen, Lentiben és Kehidakustányban is elindulnak turisztikai fejlesztések. Magyarország biztonságos úti cél, ami emiatt rendkívül népszerű. Sokan választják Magyarországot úti célnak, ezért is fontosak a turisztikai fejlesztések, hangzott el egy budapesti sajtótájékoztatón. 2017. novemberéig Magyarországon annyi vendégészakát töltöttek el a turisták, mint a 2016. év egészében. Arra számítunk, hogy a tavalyi évben a vendégészakák száma megközelíti, vagy akár el is éri a 30 milliós számot. Hogy lássák a növekedés ütemét, fontos elmondani, hogy 2010-ben ez a szám 19 millió volt, tehát 2010-hez képest több mint 10 millióval nőtt a Magyarországon eltöltött vendégészakák száma. Guller Zoltán hozzátette, a kisfaludi szálláshelyfejlesztési konstrukció iránt hatalmas az érdeklődés. Minden idők legnagyobb szálláshelyfejlesztési programjára eddig 580 pályázat érkezett. A támogatási igény meghaladja 21 milliárd forintot, ezért a határidőt 2018. március 14-ig meghosszabbították. Új szálloda és panzió építésére eddig több mint 200-an igényeltek vissza nem térítendő támogatást. Kiszimatolta a csempész cigit Csiki. A kábítószer és cigarettakereső kutya segítségével mintegy 84 ezer szál adózatlan cigarettát találtak a pénzügyőrök egy román férfi autójában. A bolgárrendszámú kocsit a napokban állították meg ellenőrzésre az M70-es autóúton. Átvizsgálásakor a padozat alatt egy rejtek helyet találtak, amelyből különféle márkájú adózatlan cigaretta került elő. A gépkocsi sofőrje a füstölnivalók eredetét nem tudta igazolni, így a dohányárut, valamint a szállítására használt járművet is lefoglalták. Az ügyben költségvetési csalás miatt indult eljárás. A várható jövedéki bírság összege meghaladja 17 millió forintot. Megszűnt a perkapu, helyette a cégkaput használhatják ezentúl elektronikus kapcsolattartásra a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselők. Január 1-től néhány kivételtől eltekintve kötelező a szolgáltatás használata. Azoknak az ügyfeleknek, akik folyamatban lévő bírósági eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, vagy vállalták azt, január végéig kellett bejelenteniük a bíróságra cégkapu elérhetőségüket. Ezzel egyszerűbbé válik és felgyorsul az ügyintézés. A bíróságok és más hatóságok nem postai levelezéssel, hanem elektronikus úton küldik meg a határozataikat és a felhívásaikat, amikről az ügyfél egy egyszerű beállítást követően e-mailben kap értesítést. A gazdálkodó szervezet a cégkapun keresztül szintén el tudja juttatni beadványait a bírósághoz. A szolgáltatás a cégkapu.gov.hu honlapon érhető el. Megemelkedett a reformátusok száma az egyik zalakarosi hotelben, pár napig ugyanis ott tanácskozik a Magyarországi Református Egyház Esperesi Kollégiuma. A lelkipásztorok közösségük aktuális ügyeiről beszélnek, valamint felülvizsgálják az egyház alkotmányát és belső törvénykezését. Az eseményen a felekezet 27 esperese vesz részt. Valamilyen módon ugye készülnünk kéne, ha tudnánk, hogy hogyan lassítsuk, hogyan fékezzük, vagy esetleg hogyan fordítsuk meg ezt a folyamatot. Nem vészharang kongatás ez, de
a tényekkel számolni kell. Fontos lenne a megújulás a református egyházban is, hiszen más felekezetekhez hasonlóan egyre kevesebben vannak azok, akik ellátogatnak a templomokba. A Somogyi Református Egyházmegye esperese szerint az elnéptelenedő települések, valamint az emberi kifogások miatt is üresek a templomok, ezen pedig változtatni kell. Ez olyan terület, ahol természetesen mindegyik lelkésznek megvan a maga feladata és felelőssége. A legeslegfontosabb elmenni a gyülekezet tagjaihoz személyesen, mert ha ez nem történik meg, akkor hogyan várhatjuk azt, hogy az illető eljön meglátogatni a látogatást, úgy adja vissza, hogy eljön a templomba. Az esperesi kollégium már negyedik éve ül össze, hogy tagjai megbeszéljék a református egyház aktuális ügyeit, valamint az egyház alkotmányát és belső törvénykezését felülvizsgálják. Az idei esztendőben a bíráskodásról szóló törvény az, ami napirenden van az esperesi kollégiumban. Ez azt jelenti, hogy nem a polgári törvénykönyv, nem a büntető törvénykönyvvel foglalkozunk, hanem a Magyarországi Református Egyház belső bírósági törvényét vesszük elő, és az ott lévő paragrafusokat próbáljuk napi szinten újraértelmezni. Délelőtt Zalakaros polgármestere Novák Ferenc köszöntötte a találkozó résztvevő 27 esperest, a tanácskozás holnap is folytatódik. Új önkéntes programot indít a Magyar Vöröskereszt. A 225 millió forintos projekt keretében 9 megyében, köztük Zalában is várják azokat a fiatalokat, akik bekapcsolódnának a véradás szervezésbe, az első segélynyújtás népszerűsítésébe, a katasztrófa védelmi és szociális terület munkájába. A projekt célja, hogy a fiatal felnőtteket megismertesse az önkéntességgel, valamint komplex képzésekkel segítse őket elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Olyan 18 és 22 év közötti fiatal felnőtteknek szeretnénk segítséget nyújtani, akik már a tanulmányaikat befejezték, tehát a középiskolás tanulmányaikat, viszont munkaviszonnyal, illetve aktív tanulói jogviszonnyal nem rendelkeznek, tehát igazából nem tudják még, hogy mit szeretnének csinálni a közeljövőben, és igazából szeretnénk bevonni őket a munkánkba, tehát különböző területekre, például véradás szervezés, első segélynyújtás, szociális terület. A projekt révén az egészségügyi pálya is vonzóbbá válhat a fiatalok körében. Betekinthetünk az egészségügynek egy másik részére is, és segíteni mindenképpen fontos, bármiféleképpen is, és így, hogy nem is csinálunk nagy dolgot, de mégis kicsit részt tudunk venni, és segíteni tudunk az embereknek és a Vöröskeresztnek. A programra a Munkaügyi Központ kirendeltségén és a Vöröskereszt Nagykanizsa irodájában lehet jelentkezni. Még lehet jelentkezni a Szeniorok iskolájára. A 2013-ban indított program célja az ismeretátadás és a hasznos tudás megszerzése mellett a közösségfejlesztés és a generációk közötti kapcsolat javítása. A tanárok idén is középiskolás diákok lesznek, akik ezzel az érettségi feltételeként megszabott közösségi szolgálatukat is teljesítik. A jelentkezés határideje február 26-a. Nagykanizsán már 10. alkalommal hirdetjük meg a Szeniorok iskoláját, ami ugyanúgy angol, német, illetve informatika tanfolyamokat fog jelenteni. A tanfolyamokra február 26-áig hétfőn lehet jelentkezni, akár a hivatalban, akár a könyvtárban leadott jelentkezési lapokon, vagy pedig a jelentkezési lapok letölthetők a Szenior hírportáról, illetve az önkormányzat honlapjáról. Az ünnepélyes tanévnyitóra a 10-re, február 28-án, szerdán délután 3 órakor kerül majd sor a Medgyasszonyházban, és a tanfolyamok március első hetében indulnak majd 10 héten át. A levendula az év gyógynövénye 2018-ban. A Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság ezt a sokak által kedvelt növényt választotta meg az év gyógynövényének idén. A mediterrán vidékről származó színpompás levendula több ezer éve ismert és alkalmazott növény, termesztik gyógyászati célra, de dísznövényként is. Európában a bencés szerzetesek révén terjedt el, Magyarországon a pannonhalmi főapátság kertjében a 17. század óta terem. A levendula gyógyászati hatásosságát tudományos bizonyítékok is igazolják nyugtalanság, álmatlanság és emésztési panaszok kezelésében. 10-8-ra győztek a kanizsai asztali teniszezők a győri Bercsényi Miklós Díjese ellen a női NB1-es bajnokság hétvégi fordulójában. A hazai csapat magabiztosan játszott és már az első kör után 7-3-ra vezetett, ezzel pedig gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Madacki Mirella hozta szokásos hibátlan játékát egyéniben és párosban is, de Vég Zsuzsanna is jó formában volt, neki 3 győzelmet sikerült bezsebelnie.
Tótné Szász Kinga pedig egyéniben és párosban is veretlen maradt. A kanizsaiak két újoncot is kipróbáltak a győriek ellen azért, hogy Orbán Flóra és Hadi Eszter az országos döntőre minél több tapasztalatot szerezzen. Most fontosabb híreinket megmutatjuk újra, röviden. Fejlesztések Zalakaroson, látogatóközpont és szabadtéri rendezvénytér épül a fürdővárosban. Esperesi kollégium, az egyik karosi hotelben tanácskoznak a vezető lelkipásztorok. Önkéntesség, fiatal felnőttek jelentkezését várja, és egy új program részeként a képzésüket is biztosítja a Vöröskereszt. Ez volt a Kanizsa TV hétfői híradója, figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm, további szép estét kívánok, viszontlátásra!